szemüveglencséket gyártanak a Hoya Máté Szalkai üzemében. Ez a cég is egyike volt annak a közel 100 vállalatnak, amelyet bevontak Máté Szalka és térsége helyi foglalkoztatási paktumába. A 4,5 évvel indított projekt célja a munkanélküliség leküzdése volt, célcsoportjai pedig a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak, valamint önkormányzatok, cégek, képzőintézmények, civil szervezetek és más munkaerőpiaci szereplők. A programot sikeresnek értékelték a keddi projekt záró sajtótájékoztatón. 99 munkáltatót segítettünk az elmúlt 4,5 évben. Több mint 280, közel 300 fő konkrét elhelyezkedési szándékában segítettünk. Hozzájárultunk a cégeknek a munkaerő megtartásához, illetve bővítéshez is. És a bevontak létszáma valamifajta szolgáltatásba közel 1000 fő volt. Ezzel azt gondolom, hogy a Máté Szalka és térsége helyi paktum, illetve a mind a három járás, a Szabolcs 05 önkormányzati területfejlesztési társulás illetékességi területén több mint 200%-os eredményt ért el. A projekt során fontos cél volt a bizalmi légkör megteremtése a munkaerőpiac szereplői között. Ez képzés és foglalkoztatási programokon keresztül valósult meg. A térség országgyűlési képviselője előbbi fontosságát hangsúlyozta. Kialakul az a fajta felelősség, ami itt is elmondott néhány példából nem alakult ki. Volt, aki 15 percet dolgozott, mert nem úgy gondolja el. Tehát valamit tenni kell az asztalra. Fogalmaztam egy másik példával is, túl gondoztuk a gyerekeinket, egy generációt. Hiába szegény emberekről van szó, munkanélkül emberekről van szó, de mégiscsak valahogy a gyerekei nem motiváltak a saját keresetre, nem büszkék arra, hogy létrehoznak valamit. Tehát itt valami társadalmi felelősségvállalás, és szerintem a képzésen keresztül valósulhat meg, hogyan tudom motiválni az anyagi és egyéb is, itt a hangsúly az egyéb szolgáltatáson vagy egyéb motivációs közön, ezeket kell megtalálnunk. Noha korábban a munkanélküliség ebben a térségben is jelentős gondot okozott, mára megfordult a helyzet, most már munkaerőhiány tapasztalható. Az elmúlt hónapokban a járvány előtti szintre esett vissza a munkanélküliség iránta a városban. A Máté Szalkán jelenleg 1200 embert foglalkoztató Hoyának is a megfelelő munkaerő megtalálása jelent problémát, főleg, hogy tovább bővítenék itteni üzemüket. Mindenféle dolgot próbálunk kitalálni, most például azt szeretnénk, hogy azokat az embereket megszólítani, akik esetleg az első teszten valamilyen szinten elbuknak, de még látunk bennük fantáziát, próbálunk nekik egy olyan egyhónapos képzési programot adni, amit mi fizetünk konkrétan, próbálunk egy képzőcéget találni, aki segít nekünk ebben, hogy felkészítsük őket arra, hogy milyen kihívásokkal kell találkozniuk egy munkahelyen, hogyan kell viselkedni, mik azok az egyszerű dolgok, amiket be kell tartani, és akkor a következő lépcsőben talán tudjuk őket tovább foglalkoztatni. A 350 millió forintból megvalósult projekt során nem csak a munkáltatók és álláskeresők inaktívak között, hanem a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával is együttműködésre volt szükség. A paktum sikerét mutatja, hogy a bevont cégek várják a folytatást.